képviselő úr megkívánja várni miniszterelnök urat, aki a második soron következő azonnali kérdések órájában kell, hogy válaszoljon majd. Tisztelt Országgyűlés, Balczó Zoltán, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Hogyan tervezi miniszterelnök úr a multinacionális vállalkozások közteherviselésbe való bevonását a válságadók kivezetését követően címmel? Hasonló az eset, mint az előző kettőben. Elfogadja-e Navracsis Tibor válaszolónak képviselőt? Elnök úr, szeretnék a miniszterelnök úrtól választ kapni. Köszönöm szépen. Alelnök úr is megvárja a miniszterelnök urat, akinek a soron következő második azonnali kérdések órájában kell majd válaszolnia. Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. A gazdagok kormányának mindent szabad címmel. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja Navracsis Tibort kijelölt válaszadónak. Megtörném a sort és elfogadom. Elfogadja képviselő úr. Akkor nosza öné a kérdés lehetősége. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, mondjuk ki, a szociális konzultáció az nem valamiféle közvéleménykutatás, hiszen arra sokkal inkább a Fidesz közpénzekből kitömött fiókintézményeként működő nézőpont intézetet használnák, hogyha erre szükségük lenne, mert nyilvánvalóan nem csak a saját pártérdekük szerinti hamisított eredményeket képes publikálni, hanem talán, ha másnak nem, a közvélemény számára nem is nyilvánosan, de önöknek közlik a közvéleménykutatások lesújtó adatait is. Viszont mondjuk ki, a szociális konzultáció az sokkal inkább egy közpénzen folytatott kormányzati propaganda és a kubatott botrány folytatódása, egy személyes politikai adatgyűjtés. Igen, ezt az adatvédelmi biztos is megállapította, hogy jogsértően folytatják ezt a bizonyos konzultációt. Mindezek után én magam is megkíséreltem betekinteni az adatfeldolgozás folyamatába, hiszen a képviselők jogállásáról szóló törvény szerint is a képviselő igazolvány az állami igazgatás valamennyi szervéhez belépésre jogosult, és az állami szerve kötelesek az országgyűlési képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni, idéztem a képviselők jogállásáról szóló törvényben. Ennek ellenére a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalába bár beengedtek, de hát csak a portán épp hogy túl, és az adatfeldolgozás folyamatában nem engedtek bepillantást. Bár azt állítják, hogy ezeket a bizonyos vonalkóddal ellátott személyes adatokat úgy rögzítik, hogy kitakarják ezeket a személyes részeket, azonban erről nem engedték, hogy meggyőződjek. Holott korábban az országos választási bizottság tagjaként az ilyen esetekben bepillantást nyerhettünk például az ajánlószervények rögzítésének folyamatába. Szintén fájó számunkra, hogy még az előző alkotmányozási nemzeti konzultációnak az eredményét a mai napig nem hozták nyilvánosságra, és se az én kérdésemre, se korábban a barikád.hu hírportál kérdésére sem tették közzé ennek az eredményét. A mai napig táblázatos formában ennek pontos eredményét nem látjuk. Az pedig, hogy beengedtek a hivatalba, hát engedje meg, bár nem akarok jó ötleteket adni, egy kicsit túléptük előbb is az időt, elnök úr, ezért azt jelezni, nem akarok példákat adni, de normálisnak tartaná azt, hogyha képviselőként ide beengednének az országházba, de a plenáris ülésterembe képviselő már nem. Köszönöm válaszát. Lesz még viszont válaszra is egy perce. Most először miniszter úrnak 2 perce. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Képviselő figyelmét bizonyára elkerült, de a nemzeti konzultáció eredményét nyilvánosságra hoztuk. Sőt, az alaptörvény megalkotása során figyelembe is vettük. Talán emlékszik rá, hogy a Fideszen belül, illetve a magyar közvéleményben is volt vita arról, hogy a gyerekek után járjon-e plusz szavazati jog, és éppen arra való tekintette, hogy a nemzeti konzultáció ezen kérdésére a többség elutasító választ adott, ezért az alaptörvényben nem került be. Hasonlóképpen a szociális konzultációnál is azt tervezzük, hogy amint az adatok, a választók összesítése megtörténik, azonnal ezt nyilvánosságra hozzuk, és ennek megfelelően alakítjuk a jövőben a szakpolitikai terveinket. Önmagában a körülményeket nem tudom önnek megmondani, hogy a KKH-ban ön miért nem tekintetett bele az adatfeldolgozásba. Tippjeim vannak, azért mert az adatfeldolgozásnál nyilvánvalóan ezeket az adatvédelmi biztonsági eljárásokat alkalmazzák, amit egyébként az adatvédelmi biztos sem ellenzett egyetlen egyeztetés során, egészen addig, amíg meg nem tudta, hogy az adatvédelmi ombudsman pozíciója megszűnne az új alaptörvény értelmében, és az új törvény értelmében is egy hatóság jön létre helyette. Azóta elkeseredett háborút folytat mindenfajta olyan adatvédelmi jogszabály ellen, amit ez a kormány ad. Van ez így, hogy a politika egzisztenciális érdekekre épül föl, van úgy, hogy valakinek a meghiúsult személyes karrierje az egész világképét átalakítja, de erre azért nem kellene szerintem tartós és alapos szakmai véleményt alkotni. Köszönöm szépen a figyelmet. Egy perce van Novák előtt képviselő úrnak. Viszont válaszra.
Tisztelt Országgyűlés, a válasz is megbizonyosodott hatott arról, hogy bizony szükség van egy Országgyűlési Vizsgálóbizottság felállítására, hiszen a mai napig nem tudjuk a pontos végeredményét az előző konzultációnak. Többszöri újságírói kérdése sem, és jó magam érdeklődésére sem tudatták azt, hogy mi lett az előző konzultációnak a pontos százalékos végeredménye. Az, hogy önök ezt itt hogyan vezetik föl egy napirend előtti felszólalásban, mert ennyibe merült ki ennek a több száz millió forintból végzett nemzeti konzultációnak az eredménye, azzal hadd ne érjen be. Igen, szükség van egy Országgyűlési Vizsgálóbizottság felállítására. Remélem, hogy az ehhez szükséges 78 képviselő aláírása meg lesz. Önökre nyilván nem számíthatunk, az LMP bár támogatja, de méretéből adódóan nem osz, nem szoroz. Az MSZP-s képviselőkön múlik, hogy elfogadja két feltételünket, hogy ennek a vizsgálóbizottságnak a hatásköre bizony ki kell, hogy terjedjen a korábban a kuruc.info hírportál által feltárt Kubató botrányra is. Ezzel is foglalkozni kell. Továbbá szeretnénk, ha támogatnák politikai vitanapunkat, amelyet korábban szintén elutasítottak, amiben ki kell értékelnünk a szociális konzultációt. Ennek címe pedig az lenne, hogy rosszabbul élünk, mint egy éve, alcíme pedig Lázár János után szabadon, akinek semmilyen nincs, az annyit is ér. Köszönöm figyelmüket. Miniszter úrnak viszont válaszra van lehetőség egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzést engedjen meg. Egyrészt a pontos adat az általában nem a százalékos adat. Ön azt mondta, hogy a pontos százalékos adatot szeretné látni a nemzeti konzultációról. Megjelent a nemzeti konzultáció. Tudom, hogy elégedetlenek azzal, hogy rátapintottam erre a pontra, de ettől függetlenül ez így van. Ettől függetlenül a nemzeti konzultáció eredményeit ismerik. Másrészt pedig attól, hogy két egymással logikailag össze nem függő mondatrészt egyetlen mondatba épít be, attól még a mondat nem válik értelmessé. Nincsen szükség vizsgálóbizottságra, mind a nemzeti konzultáció, mind a szociális konzultáció megfelel az adatvédelmi elveknek, az adatok feldolgozása, az eljárása és az adatok publikálása is. Köszönöm szépen a figyelmét. Tisztelt Országgyűlés, Sejrin Gábor az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek. Meddig titkolja a Nemzetgazdasági Minisztérium a megszorítások részletei címmel? Sejrin Gábor képviselő úr, a szó elsőként két percben. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, az állampolgároknak több mint 4 hónapig kellett várniuk arra, hogy kiderüljön, hogyan érint őket a stabilitási alapfedő nevű több mint 180 milliárdos megszorító csomag. A hosszú várakozásért cserébe legalább egy töredelmes vallomást is kaptunk. A stabilitási alap végleges zárolásával kapcsolatban a kormány végre beismerte, hogy az egykulcsos adórendszer és vele együtt a költségvetés is megbukott. A nyugdíj vagyon csak egyszer lehetett elstandolni, az egykulcsos adó miatt viszont még évekig lyuktátunk a kasszán. Csak az általános forgalmi adóból a vártnál idén 69 milliárd forinttal kevesebb fog befolyni. A zárolások üzenete tehát egyértelmű. Az egykulcsos adó megbukott, nem úgy növelte volna a fogyasztás, hanem durván csökkentette. De az egykulcsos adóval dőlt a költségvetés is. Ilyen mértékű költségvetési módosítás, mert gyakorlatilag a teljes költségvetést átírja, példanélküli. A stabilitási alap megszorításai még egy pótköltségvetés kereteit is szétfeszítették volna. Tisztelt miniszter úr! Orbán Viktor miniszterelnök úr már egyszer félrevezetett bennünket, amikor azt mondta, hogy a dolgok jobbra fordulásával a zárolások majd feloldásra kerülnek. Kérem ezért, hogy ne kövesse miniszterelnök urat a válaszában, és ne hivatkozzon az eurozóna gyengeségére a stabilitási alappal kapcsolatban. Az elmaradt áfa bevételeknek ugyanis az eurozónához semmi köze nincsen, az csak a belföldi kereslet csökkenésével, az átlagember jövedelmének csökkenésével magyarázható. Tisztelt miniszter úr, megértem, hogy ennyit kellett várni ahhoz, hogy elmondják a megszorítások, hogyan érintik az embereket, hogy ennyi ideig kellett számolnia, hogy a minisztériumon belül hogyan kívánja szétosztani a stabilitási alap tartalékait. Megértem azt a hosszú időt, nehéz lehetett a költségvetés fenntarthatatlanságát beismerni, még hogyha ezt ősztől is szajkoztuk önnek. Mindezetre tekintettel kérdezem miniszter urat, hogy elkezdte már ön is írni felmondó levelét a miniszterelnök úrnak. Köszönöm szépen a válaszát. 2 percben lehetősége van Matolcsi György miniszter úrnak a válaszadásra. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, képviselő úr, figyeltem önt figyelmesen. Az a benyomásom támadt, hogy ön elfelejtett felébredni az egy évvel ezelőtti időponthoz képest. Ön úgy gondolja, hogy még mindig egy megszorító kormány, megszorító gazdaságpolitikája van érvényben. Ön valamikor elszenderedett, elszundított, szuszókált egy kissé, és ebből az állapotából sajnálatos módon máig nem ébredt fel. El kell önnek mondanom, képviselő úr, hogy ez egy másik kormány, másik gazdaságpolitikája, egy jobb gazdaságpolitika, amely a növekedést, a foglalkoztatást és a pénzügyi egyensúlyt egy háromszögben elképzelve
megengedem, kicsi elfogultan fogalmazok, igen, sikeresen vezetik ki Magyarországot abból a döbbenetesen mély válságból, amelybe azt megelőző 8 év taszította. Ha ön felébredne, képviselő úr, én ezt javaslom, akkor egy nagyon érdekes, izgalmas világot látna. Egy olyan világot látna, amelyben a korábbi majdnem 1%-os visszaesést jósló 2010-es év helyett már 1,2%-os növekedés volt. De egy olyan világot látna, amelyben 2011-ben azon Európai Uniós két ország közé tartozik Magyarország, kettő, ahol az államadósságot csökkenteni tudják. Egy olyan világot látna, és egy olyan Magyarországot, amelyre büszke lenne ön is, csak hát föl kellene ébredni, hiszen a költségvetés többletet mutat, és ebben az országban egy olyan gazdaságpolitika folyik, amely én azt gondolom, hogy sok szempontból az egész térségben példa lesz a többi kormány számára is. Az pedig, hogy stabilan kell kormányoznunk, az teljesen világos, a pénzügyi egyensúly szempontjából a stabilitási alap rendkívül fontos eleme a gazdaságpolitikának. Köszönöm szépen. Egy perces válaszadás, viszont válaszra van lehetősége. Képviselő úrnak, Seirin Gábor. Miniszter úr, lenyűgöz az az államvilág, amit ön felvázolt. Itt voltam, és nagyon figyeltem a kormány tevékenységét az elmúlt egy évben, és hát az meg kell, hogy mondjam, hogy a gazdaságpolitikájuk gyakorlatilag 99%-ban az elmúlt 20 év bukott megszorító politikájának a folytatása. És hogy csak azt a 180 milliárdos stabilitási alapnak álcázott megszorítást említsem, 47 milliárd forintot vonnak ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériumából, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból, de több 10 milliárdot vonnak ki a munkaerőpiaci alapból, miközben a foglalkoztatottak száma nem nő, hanem csökken. Miniszter úr, így néz neki a jobb gazdaságpolitika? Ez lenne a dübörgő gazdaság? Szerintem, miniszter úr, kár mentegetni a menthetetlent, le kellene vonni végre a következtetéseket. Egy bukott költségvetés azt jelenti, hogy megbukott a költségvetést előkészítő miniszter is. Szerintem Hoffmann Rózsa biztosan segít önnek lemondó levelet írni. Köszönöm szépen. Módja van miniszter úrnak egy percben válaszolni. Nem tudok mást ajánlani önnek, mint hogy ébredjen föl. Ön egy jó országban él. Ön egy olyan országban él, amely szakítva az elmúlt 20 év neoliberális, ezenből kis röpke pillanat volt, 4 év, amikor más gazdaságpolitika volt, és igen, sikeres volt. Emlékezzünk vissza, hogy háromszoros sebességgel növekedtünk, mint az unió átlaga. Szóval ön egy jó országban él. Egy olyan országban, amely nagyon jó fordulatok előtt és alatt áll. Ébredjen föl, egy izgalmas, jó ország, szép itt élni. Ébredjünk fel. Tisztelt Országgyűlés, Máguri Józsefné a Fidesz képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a közigazgatási és igazságügyi miniszternek. Korlátozhatja-e nemzeti ünnep helyszínének kiválasztását az önkormányzat címmel? Miniszter úr Szabó Erika államtitkárasszonyt jelölte ki válaszadónak. Kérdezem képviselőasszonyt, hogy elfogadja, nem lepődtem meg. Természetesen öné a 2 perces kérdés lehetősége. Tisztelt államtitkárasszony, tisztelt ház! 2011. június 3-án a Makói Oktatási Központ tagintézményei, valamint a József Attila Gimnázium közösen kívánt megemlékezni a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a trianoni békediktátumról. Ünnepelni szerették volna, hogy végre minden magyar érzelmű ember szabadon kérelmezheti és meg is kaphatja a magyar állampolgárságot. A műsor körülbelül 45 percesre, maximum 1 órásra volt tervezve, melyet egy történeti táncjáték, Trianonhoz köthető versek szavalása és ünnepi beszéd alkotott. Színpadra és elektromos áramra volt szükség a hangosításhoz. Helyszínnek az első világháborús emlékműt szerették volna a tér nagysága miatt, továbbá azért is, mert ez az egyetlen a békediktátum korához köthető makói köztéri szobor. A szervező középiskolákat június 2-án hideg zuhanyként érte, amikor a megemlékezés megtartásához kérték a helyi MSZP-s önkormányzat engedélyét és segítségét abban, hogy a műsor idejére függesszék fel a közeli új körforgalom építését, illetve biztosítsanak áramot a hangosításhoz.
A helyszínre vonatkozó engedélyt arra való hivatkozással utasították el, hogy a helyi önkormányzati területhasználati rendelet szerint csak Makó önkormányzata használhatja az első világháborús szobor környékét. Tehát a nemzeti összetartozás napi ünnepséget nem tették lehetővé, ezért azt kénytelenek voltak az egyik tagintézmény, jelenleg Erdei Ferenc szakközépiskola, szeptember 1-től pedig új neve Návai Lajos szakközépiskola zárt udvarán megtartani. 2011. június 3-án arra a következtetésre kellett, hogy jussanak az iskolák tanárai, tanulói és a város lakossága. Elnézést, képviselő asszony. Köszönöm. Két perc, az kérdezem két perc. Az államtitkár asszonyt, hogy egyetérte az ilyen helyi törvénykezéssel. Államtitkár asszonynak két perces válaszadási lehetősége van. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő asszony. Nem értek egyet az ilyenfajta intézkedéssel, már csak azért sem, mert sem a törvényekben, sem a helyi rendeletben nincs joga az önkormányzatnak egy nemzeti ünnep megtartását ilyen módon akadályozni. A probléma az az, hogy ezt írásban nem adták a helyi hatalom képviselői, és ezért a kormányhivatal törvényességi ellenőrzési vizsgálata keretében nem tudta megállapítani a jogsértést. De mindemellett azért nyilván, hogyha szóban a város első embere azt mondja a nemzeti megemlékezésre készülő gimnázium vagy iskola vezetőségének, hogy nem járul hozzá, nem fogja támogatni, nem biztosít színpadot, hangosítást és nem állítja le az építkezést, ez helyben olyan erővel bír, ami megakadályozhatja a méltó ünnepség megtartását, és komoly csalódást okozhat azoknak a fiataloknak, akik nyilván a tanáraik segítségével heteken keresztül készültek a méltó megemlékezésre. Szomorú, hogy Makón még itt tart a helyi politika. Szomorú, hogy nem érzik át annak a súlyát, hogy végre eljutottunk oda, hogy nyíltan lehet beszélni Trianonról. A nemzeti összetartozás napjaként lehet egy újfajta értékrendet, egy újfajta értékelését ennek a szomorú történelmi eseménynek elindítani, és a fájdalom helyett talán a reményt, a jövőbe vetett hitet lehetne erősíteni a fiatalokban is. Úgy látszik, hogy a város vezetői ezt nem kellőképpen érezték át, és ezért adódhatott elő ez a helyzet is. Képviselőasszonynak van egy perces viszont válasz lehetősége. Köszönöm választát, államtitkár asszony. Valóban nagyon szomorú az, hogy 2011-ben nem lehet a Makó főterén az oktatási központnak megtartani a nemzeti összetartozás napját, de el szeretném mondani, hogy a megyei kormányzati hivatal felhívására június 22-én az önkormányzat a testületi ülésen visszavonta ezt a méltatlan és antidemokratikus önkormányzati helyi rendeletét, úgyhogy nagyon remélem, hogy a jövő évben méltó helyen a város színe java előtt meg tudjuk tartani ezt a nagyon szép ünnepet. Köszönöm. Államtitkár asszonyi a szó, egy jó szándékú technikai észrevételem hagy legyen, hogy tudom, hogy ön mögött beszél a képviselő asszony, és ezért hátrafordul, de a kamera képtelen követni ilyenkor, tehát a televízió nézők érdekében mondom, hogy még hogyha ez nehéz is, így beszéljen egyenesen. Államtitkár asszonyi, igen, egy köszönöm, percben. Elnök úr, az instrukcióit tiszteletben tartom. Csak nagyon furcsa, hogy éppen a hátam mögött van az, akinek válaszolok a kérdésére. Én nagyon bízom benne, képviselő asszony, hogy jövőre az ünnepséget méltó körülmények között fogja Makó városa és az ottani fiatalok és az ottani közélet iránt érdeklődő polgárok megünnepelni. A helyi rendelet módosítása az egy eszköz volt, a korábbi rendelet sem akadályozta volna meg, és hivatalos jogalapot nem adott volna az önkormányzatnak arra, hogy megakadályozza az ezévi ünnepség megrendezését sem. Azzal, hogy módosították, nyilván érezték a súlyát, hogy a kormányhivatal törvényességi ellenőrzésével szemben ők ezt a küzdelmet nem fogják eredményesen tudni végrehajtani vagy megharcolni, és örülök, hogy döntéskényszerbe kerültek. Bízom benne, hogy jövőre más lesz a helyzet. Köszönöm a kérdését.
Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést, államtitkár asszony, csak én közben itt látom a monitort, és érzékelem, hogy nem jó a televízió néző szempontjából, hogyha megfordul. Megyünk tovább. Varga László, az MSZP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek árvíz után egy évvel címmel. Miniszter úr, Illés Zoltán államtitkár urat jelölte ki válaszadónak, megkérdezem képviselő, elfogadja az államtitkári választ? Elfogadja, akkor öné két percben a kérdés lehetősége. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Lassan egy éve, sőt hát az első ütemének már több is, mint egy éve annak az árvíznek, amely Borsodot érintette, és gyakorlatilag évszázadonként, ha egy ilyen árvíz van ebben a térségben. Első körben az összefogás pártján voltunk, feltétlenül hangsúlyoztuk azt, hogy ilyenkor össze kell fogni, támogattuk a veszélyhelyzet elrendelését és azt, hogy minél hamarabb megtörténjenek azok a munkálatok, amelyek ilyenkor feltétlenül fontosak. Azonban ezt követő hónapokban már kezdtük hangsúlyozni azokat is, amiket nem láttunk jónak. Nem láttuk jónak például azt, hogy állami támogatás csak összeomlott ház után járt a kártszenvedőknek, és azoknak, akiknek nem omlott össze a házuk, azoknak hát ez a fajta lehetőség nem állott fenn. És hát azóta azt halljuk, hogy sokaknak, akiknek összeomlott a háza, azoknak sem volt megfelelő a körülmény arra, hogy lehívják ezeket a forrásokat. Szerettük volna, gyorsítanak a Viszmajor kifizetéseken. Én úgy hallom, hogy van olyan önkormányzat, ami ráadásul pereskedésben is áll azóta a minisztériummal, Edelény önkormányzatáról beszélek, és másoknak is sok kifizetéssel tartozik még az állam. Az állami védművek helyreállítása is akadozik, elsősorban a Bódva völgyére gondolok itt. Felső Zsolca kapcsán el kell mondanom azt, hogy nyilvánvalóan látja az ember, haladtak itt bizonyos kérdésekkel, és egy nagy volumenű munka folyt, de azt is látnia kell, hogy olyan kivitelezők dolgoztak itt, akik, hát ahogy a helyiek mondták, még éjjeli őrnek is Borsod megyén kívüli embert alkalmaztak, és hát sok helyi vállalkozó azt mondja, hogy ők kevesebb pénzért is elvégezték volna ezeket a munkálatokat. A legújabb hírek szerint pedig nagyon komoly károkat is okoztak a kivitelezők azzal, hogy sokaknak a földjéről szállítottak el felső talajréteget, akár humuszt is, és hát ezzel erősítették meg a gátakat. Ezek a földtulajdonosok fordultak már mindenfele, vízügyhöz, rendőrséghez, nem kapnak választ arra, hogy mikor kaphatnak kártérítést. Kérdezem államtitkár urat, hogy áll a helyzet, és a kérdéseimre választ várok. Köszönöm szépen. Illés Zoltán államtitkár úr válaszol 2 percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, kedves képviselő úr! Először is köszönöm a felvetését azért, mert számos eleme, amelyet ön említett, teljesen korrekt, és én is szeretném megerősíteni, hogy a tavalyi katasztrofális helyzet után azért elég komoly intézkedések sorozata történt abban a térségben. A kormány 7,3 milliárd forintot biztosított a védművek felújítására, záportározók, illetve szükségtározók megépítésére a Sajó völgyében. Több mint 400 ezer köbméter hordalékot távolítottak el a vízügy részéről, illetve a vállalkozók részéről, amelyeket ön is említett, méghozzá úgy, hogy a Sajó, a Hernád, illetve a Bódva medrének kotrása történt meg. 20 kilométernyi szakaszon, több mint 60 helyszínen történtek meg ezek a munkálatok. De ahogy ön is igenelte, Felső Zsolca esetében 6,6 kilométeres szakaszon a körtöltés megépült, és ehhez képest 2,2 kilométeres szakaszon Ónodnál és 1,1 kilométeres szakaszon Nagycsécse térségében a körtöltés megépítésére sort került. Említettem már a szükség és záportározókat, amelyek együttesen 5 millió köbméter vizet tudnak befogadni, és felső vízfolyáson, hogyha ezek az záportározók megépülnek, akkor alsó vízfolyáson már nincs az a vízmennyiség, amelyre számolni kellene, amelyre gondolni kellene egy esetleges újabban bekövetkező árvíz esetében. Ami az összeomlott házakat illeti, 80 ház épült újjá, főleg állami segítséggel, ahogy ezt ön is említette, de karitatív szervezetek és a magánszektor is szerepet vállalt ezen munkálatok tekintetében. Ami pedig a vállalkozókat illeti, azt gondolom, önnek igaza van, a továbbiakban is erőltetnünk kell, és ezt a kritikát én komolyan veszem. Szükség van arra, hogy egy-egy ilyen munkánál a helyi vállalkozókat nagyobb arányba bevonni. Itt is kísérletet tettünk ennek érdekében, de azt kellett mondanom, hogy sajnos nagyon sokszor a vállalkozók azzal a kapacitással nem rendelkeztek, ami szükségeltetett volna. Köszönöm. Egy perces viszontválasz, Varga képviselő úr.
Köszönöm szépen államtitkár úr a válaszát, és hát nyilvánvalóan szaván fogom majd, ha a későbbiekben ilyen beruházások lesznek, és lesznek jövőre, és nagyon remélem a megyében, akkor több helyi vállalkozást kell ebbe bevonni. Egy kérdésemre nem válaszolt, inkább csak azt mondom, akkor felhívom rá figyelmét, és kérem, hogy nézzenek utána. Tehát több helyi telektulajdonos, földtulajdonos nem tudja, mi lesz a földjével. Kisajátítás alá kerül. Olyan típusú károkat szenvedtek, hogy ott már továbbiakban termelni nem lehet, és ráadásul állítólag a helyiek elmondása szerint nagyjából 15 ezer köbméter földet ortak el tisztázatlan körülmények között. Itt a helyi internetes média világában ezek megjelentek, ezek a hírek, és próbálnak a helyiek ebbe menni. Én nagyon szívesen megmutatom önnek, hogy lássa ezt a kérdést is. Nyilvánvalóan abban pedig, hogy a források meglegyenek a továbbiakban is a vízügyre, és további zárolások ne érintsék a kérdést, és meglegyenek a források Borsod megyei vízügyi problémák elhárítására is, ebben számíthat ránk, és szívesen segítjük a munkáját. A kérdésekre, amire meg felhívtam a figyelmet, kérem, járjon el bennük. Köszönöm szépen. Egy perces viszontválasz, államtitkár úr. Tisztelt elnök úr, kedves képviselő úr, köszönöm az információt. Nyilvánvalóan minden ilyen újabb és újabb információ segíthet a helyzet tisztázásában. Azt kell mondanom önnek, hogy az a célunk az elkövetkezendő időszakra, hogy ne utófinanszírozás legyen, hanem előre árvízi-belvízi megelőzésre elégségesen sok pénz álljon rendelkezésre, mert utólag mégint csak az a helyzet, hogy 22 milliárd forintot költött el az állam a 2010-ben történt árvízi-belvízi problémák megoldására. Ami pedig a földkérdését már, mint a kisajátítás ügyét illeti, minden egyes esetben, ahol záportározók megépítése vagy szükségtározók megépítése történik, ott a föld megvásárlására kerül sor a tulajdonosoktól. Ha valami illegálisan történt, földek elhordása, akkor ebben a tekintetben a megfelelő nyomozó hatóságnak lépéseket kell tenni. Egyet azonban tisztázzunk. Ha jön a víz, akkor az a baj, ha meg a gát megépül, akkor az a baj. Ez nem lehet a képlet. Tehát igenis szükség van a munkálatok elvégzésére, természetesen a legkisebb károkozása. De még egyszer hangsúlyozom, utána fogok menni ennek a föld elhordást kérdésének. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Zakó László a Jobbik képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Fejlesztési Miniszternek. Meddig marad halálos tévút az M70-es címmel? Miniszter úr, Fónagy János államtitkár urat jelölte ki válaszadónak, elfogadja a képviselő, akkor két percben önni a lehetőség. Köszönöm. Tisztelt államtitkár úr, az M70-es autóúton Letenye Tornyi Szent Miklós között 2011. június 21-én ismét halálos kimenetelű tömegszerencsétlenség történt. Autóbusz ütközött kamionnal. A balesetben 6 ember meghalt, nagyon sokan megsérültek. A 2006-os átadás óta immár 16 ember vesztette életét ezen a néhány kilométeres szakaszon. Ez már sajnos halálúta javából. Aki ismeri ezt a szakaszt, nem hajt fel rá. Innen minden irányban autópálya van, Szlovénia, Horvátország és Magyarország felé. A balesetek döntő többségét külföldiek okozzák és szenvedik el a szokatlan útvezetés miatt. Érthetetlen takarékoskodás, de inkább túlmohó pénzügyi leosztás miatt kétszer két sáv helyett helyenként kétszer egy sávot építettek, ahol a nem mindig friss gépjárművezető sokszor nem is érti, illetve érzékeli a pillanatnyi forgalmi viszonyokat. Elképesztő táblaerdő tesz bizonytalanná minden erre járót. Tisztelt államtitkár úr! Ennek az útszakasznak az avatása része volt annak az autópálya átadási dömpingnek, amelyet a szocialisták saját maguk fényezésére tartottak évekkel ezelőtt. Tudjuk, hogy miközben Horvátországban viaduktokkal, alagutakkal tartítva 1,5 milliárd forintért építettek 1 km autópályát, sokszor sziklában, addig Magyarországon mindez a duplájába került. Nem lehet elhesegetni a gondolatot. Van-e köze az így félbehagyott M70-es autóútnak az akkor már épülő Köröshegyi Völgyhíd presztízsberuházásához, vagy a Lőzdomba vájt alagutaknak az M6-os autópályán? Kérem, ne a pénzforrások különböző eredetére hivatkozzon akkor, amikor cáfolja majd a felvetést. Nem lehet táblákkal és piros sávok festésével kezelni ezt a problémát. Nem lehet komolyan venni, hogy a rendőrség a gyakori sebesség ellenőrzéssel megoldja majd a helyzetet. Az autót autópályává történő átépítését haladéktalanul meg kell kezdeni, és a legrövidebb időn belül be kell fejezni. A kamionoknak, autóbuszoknak, gépkocsiknak nem jár villogó felvezető autó, ráadásul rohamkocsi sincs már Nagykanizsán. Az erre utazó civilek abban bíznak, hogy ami autópályának vagy autóútnak látszik, az az is. Ez az autószakasz, pályaszakasz egy torzó. Kérdezem miniszter urat, államtitkár urat, hány embernek kell meghalni még ezen a szakaszon, hogy végre elkészüljön a kétszer-két sáv? Tisztelettel várom válaszát.
Fónagy János államtitkár úr válaszol a minisztérium nevében 2 percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium körülmények és egyéb lehetőségek mérlegelése indokoltá teszi, kész az M70-es autóút autópályába fejlesztésének programba állítására. A múlt héten bekövetkezett tragédiák érthető módon felerősítik az azonnali átépítés igényét. Ugyanakkor Magyarországon 5000 kilométer hosszú, 2x1 sávos főút van. Ezek nagy részén, sok esetben a jelentős teher...